Lécekkel és szalaggal barikádozták el a Színház és Filmművészeti Egyetem bejáratát ma délelőtt a hallgatók. Többen letáboroztak az ajtók előtt és megreggeliztek. A kiragasztott tábla szerint az épületbe csak az egyetem polgárai léphetnek be. Szeptember 1-től modellt vált az egyetemünk, ami által olyan emberek is bebocsátást nyerhetnek az egyetemre, akiket mi nem szeretnénk, hogy bejöjjenek. Mától lett az intézmény fenntartója és legfőbb döntéshozója, a Vidnyánszky Attila által vezetett kuratórium. Néhány napja minden jogot elvontak az egyetem szenátusától, ezért tegnap a teljes vezetőség lemondott. Díszes jelmezekben a fellépők és a nézők is, ahogyan egy utcabálon illik. A tegnapi bejelentést követően Zsák utcabálnak nevezett tüntetést tartottak a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói. Életem legboldogabb napja, mikor felvettek, és most a függetlenség az, amit ti elvesztek. Molnár Áron Noár, aki szintén a színművészetin végzett, a legújabb számát adta elő. Azt mondta, minden lehetőséggel élni kell, amikor beszélni lehet arról, mit tett a hatalom az egyetemmel. Németh Gábor tegnap lemondott rektori tanácsadó azt mondta, csak az történt, ami már az elejétől tudható volt. Fél év hazugság után eljött az igazság rövid pillanata. Tulajdonképpen nem történt semmi. Legfeljebb, hogy a kormányzat az egyetemi autonómia növelését a megszüntetésével kezdi. És az államtól való függés fölszámolását pedig azzal, hogy a kegyenceit teljhatalmulag berekurátolja az univerzitásba. Bodó Viktor színész és rendező, az egyetem egyik oktatója beszédében azt mondta, tiszteletet érdemelnek a hallgatók, amiért próbálják megvédeni az egyetemet, többször is próbáltak egyeztetni. Példaértékű, hogy nem süllyedtetek egy pillanatig sem arra a szintre, hogy veletek, ahogy az egyetemmel elbántak. 2020-ban Magyarországon ez megtörténhet. Hogy egy egyetem belső működésébe ilyen aljas módszerekkel otrombán belerombolnak felülről, erőből, hazugságokkal és koholmányokkal. Felolvasták Enyedi Ildikó aranymedve díjas Oscar díjra jelölt rendező levelét is, aki otthagyja az egyetemet a történtek miatt. Végzős osztályának azt írta, bolond módon remélte, hogy a józanész és az egyetemi hagyományok tisztelete mégis nyom alatba, és megmarad az egyetemi autonómia, ami nem véletlenül záloga több száz éve a szabad tudományos és művészeti alkotásnak, fejlődésnek. Felmondott Asher Tamás Kossuth és Jászai Mari díjas magyar rendező is. Az egyetemet éjfélkor egy közös visszaszámlálás után elfoglaltuk. Ma délután a hallgatók sajtótájékoztatót tartottak, amelyen 11 pontos követeléslistát olvastak fel. Ebben egyebek mellett elutasítják a modellváltás jelenlegi formáját, a kuratórium lemondását, valamint garantált autonómiát követelnek. Vidnyánszky Attilát, a kuratórium elnökét ma hiába kerestük. A kormány megkeresésünkre azt írta, a korábbi fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetést kezdeményezett az érintettekkel. Az ITM legutóbb a múlt héten várta az egyetem vezetését, hallgatóit és az alapítványi kuratórium tagjait egyeztetésre, párbeszédre, de sajnos a megbeszélésen a kancellár kivételével csak a kuratórium képviselői jelentek meg.